Június 9-én vasárnap önkormányzati, európai parlamenti, valamint nemzetiségi önkormányzati választásokat tartanak. Ezek során a kijelölt szavazókörökben, melyekből Sátoraljaújhelyen 19 található, szavazatszámláló bizottságok felügyelik a törvényességet és segítik a választópolgárokat. A bizottságokba egyrésztről a település önkormányzatának képviselőtestülete választ tagokat, másrészt minden jelölő szervezetnek, illetőleg független jelöltnek joga van delegálni egy főt szavazókörönként. Ezek a bizottságok megalakultak Sátoraljaújhelyen is, az eskütétel után, amit egy oktatás is követ. Minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság működik, az ő feladatuk az, hogy egész napot legyenek a szavazóhelységekben, biztosítsák a választópolgároknak azt, ha megjelennek, akkor érvényesen le tudják adni a szavazatukat, és a szavazat vagy a választás végén 19 órakor bezárják a választóhelységet, és megszámolják a szavazatokat. A mostani választásnál elég sok szavazólapot kell nekik megszámolni, így a választópolgároknak elég sok szavazólapot kell kitölteni, ami időigényes, úgyhogy kérem is a szavazópolgárokat, hogy türelmesen, jól meggondolva olvassák végig minden szavazólapot, tehát nem egy, nem kettő, nem három szavazólapot fognak kapni, de majd ez ott kiderül. Arra kérek mindenkit, hogy ellenőrizze le a személyigazolványát, hogy érvényes-e, amennyiben nem, még van lehetősége ezt megtenni a kormányablakoknál. A kormányablakok még a választás napján is ügyeletet tartanak, így ha a szavazóhelyiségben derül ki az okmány érvénytelensége, még van lehetőség intézkedni. A szavazókörök helyszínei megegyeznek a korábbi választásokon megszokottakkal, két kivételtől eltekintve. A Zég telephelyén lévő szavazókör az a Ford Szalomba, Sárospatak felé 150 méterrel lejjebb költözött, de a Zég telephelyén ezt a tábla fogja majd jelezni, illetve a vízműben lévő szavazókörünknek a helye is megváltozik, az pedig bekerül a Keribe, és a Keribe ezáltal két szavazókör fog működni, és a vízműnél is lesz egy tábla, ami fogja tájékoztatni a választópolgárokat arról, hogy akik eddig ott szavaztak, azok egy picit gyalogoljanak lejjebb a posta felé, és a Keribe menjenek be, és ott szavazzanak. Még egy nagyon fontos információ, az Esze Tamás úti óvoda felújítás alatt áll, körbe van állványozva, úgy néz ki, mint ahova nem lehet bemenni, de be lehet menni természetesen. Tábla is fogja jelezni a szavazókörnek a helyét és a számát, úgyhogy nyugodtan menjenek be az udvarra, és ugyanott, ahol volt régen, ott a földszinten, az óvodában ki van alakítva a szavazókör, hogy ott nyugodtan lehet majd szavazni. A szavazatszámláló bizottságok tagjai megbízatásuk idején hivatalos személynek minősülnek. Így inzultálásuk, akadályoztatásuk vagy éppen bántalmazásuk szabadságvesztéssel büntetendő a Magyar Büntető Törvénykönyv alapján.